Sziasztok, én Gábor vagyok, ez pedig az IGN Start legújabb adása, melyben a hét filmes, sorozatos és videójátékos újdonságai mellett szorizgatunk egy kicsit a héten megjelenő Dead Island 2-ről, és elgondolkozunk azon is, hogy a mesterséges intelligencia segítségével visszahozhatják egy gesztesi károlyt sekként. Adjunk is neki! A különlegességek hetek köszönt ránk, hisz a moziban Ari Aster a fehér éjszakák rendezőjének új agymenése, az Amitől félünk vár minket, melyben Joaquin Phoenix több generáción mutatja meg azt, hogy nos, mitől fél? Az Apple TV Plus-on debütáló Ghost It című akciókomédiában Chris Evans jön össze Anna de armas aki aztán fel is szívódik, hogy jól kiderüljön róla, hogy egy titkos ügynök. Bill Hader Berje is visszatér egy utolsó körre, ezúttal a rácsok mögött, ahol szép lassan elveszíti az eszét, míg Rachel Weiss egy orvosként dolgozó ikerpárt játszik David Cronenberg klasszikus testhorrorjának, a két test egy léleknek a minisorozatos újraértelmezésében. Mozgalmas hételi nézünk videójátékos fronton, hiszen remek játékok mutatkoznak be a héten. Folytatódik például Éloly kalandja, aki a Horizon Forbidden West után egyenesen a lepusztult Hollywoodba látogat a Burning Shores DLC-ben, amiben a felhők között is kalandozhatunk majd gépmadarakon. Korai hozzáférésben rajtul el a Disney Speedstorm, ami természetesen egy Mario Kart koppintás, ennek ellenére egészen izgalmasnak tűnik a Disney jól ismert karakterével száguldozni és randalírozni a színpompás versenypályákon. Kiderült, hogy első körben csak Nintendo Switch jelenik meg a Teen Hearts, amiben egy kis játék katonát kell terelgetnünk egy titkokkal, varázslattal és érzelmekkel teli világban. És ha már Switch, végre megjelennek az orosz háború kirobbanása miatt elhalasztott Advance Wars felújított változatai, amiben körökre osztott formában kell megvívnunk ellenséges országok csatáit. Végezetül, de nem utolsó sorban bemutatkozik a héten a 10 éve készülő Dead Island 2, amiben a zombikától ellepett Los Angelesben kell túlélnünk. Ez ugyan kemény feladatnak ígérkezik, de ezúttal is hatalmas arzenál áll rendelkezésünkre, hogy felaprítsuk az élő halottakat és két barátunk Akár online kóban is élvezhetjük a pokoli túrát. Apropó multiplayer: ha játék közben is biztonságban szeretnétek tudni a számítógépeteket, akkor használjátok a videónkat támogató NordVPN megoldását, amit mi is bevetünk, hogy biztonságos legyen a munkakörnyezetünk. Mert a NordVPN nem csupán arra jó, hogy elrejtse az adatforgalmatokat a kíváncsi szemek elől, vagy hogy elérhetek vele régiózáras tartalmakat, hanem arra is, hogy megvédje a Windows-t, Android-ot, iOS-t, MacOS-t vagy Linux-ot futtató rendszereket. A mesnet funkciónak hála biztonságosan lehet összekapcsolni különböző eszközöket online, amit gyakorlatilag úgy működik, mintha csak egy biztonságos helyi LAN hálózatra kötnénk rá a gépeket. Így pedig tökéletes védelmet nyújt file megosztás és a különböző együttes munkafolyamatok végzése során, sőt akár multiplayer játék esetében is. A Stress Protection emellett az internetes letöltéseket is átvizsgálja, így aktiválásával megelőzhető, hogy malware vagyis a rendszert lassító, zavaró, kártékony, netán illetéktelen hozzáférés biztosító szoftverek kerüljenek a gépetekre. A NordVPN-re most kedvezményesen fizethettek elő, ehhez pedig nem kell más tennetek, mint ellátogatni a képernyőn és a leírásban is megtalálható linkre, ahol aztán pár kattintással már be is zsákolhatjátok a két éves előfizetést, ami mellé most ajándékban négy hónap ingyenes felhasználás jár extraként. Ha időközben meggondolnátok magatokat, akkor sincs gond, ugyanis a 30 napos pénzvisszafizetési garanciát kihasználva ezen időtartamon belül bármikor lemondhatjátok az előfizetést. Ennyit az aktuális játék megjelenésekről, lássuk a hét triviáját. már a héten megjelenik a Dead Island 2, érdemes megemlékezni a játék elkészültéről, ugyanis kés csoda, hogy a zombis játék egyáltalán megvalósult. A 2011-ben megjelent első részt még a Techland csapata jegyezte, és mivel bő egy év alatt 5 millió példány kelt el belőle, így nem lehetett kérdés, hogy jöhet a folytatás. Ennek még a Techland állt neki, de aztán hirtelen úgy döntöttek, hogy inkább dobják a projektet, és saját élőhalottas címükre, a Dying Light-ra fókuszálnak. A kiadó Deep Silver fejlesztőket kezdett keresni, míg nem belépett a képbe a Spec Ops The Line készítő Yager Development. Meg és kezdődött a fejlesztés, a 2014-es E3-on pedig egy zseniális trélerrel mutatkozott be a játék, amit egy meggyőző gamescom játékmenet videó követett. Ezekből már kiderült, hogy a Dead Island 2 a napfényes Kaliforniában játszódik, a visszajelzések nagyon pozitívak voltak, a megjelenési dátumot pedig ki is tűzték 2015-re. Innen aztán a fejlesztői pokolba került a játék, a jáger nem boldogult vele, ezért a Deep Silver elvette a projektet a csapattól, 2016-ban pedig kiderült, hogy tovább passzolták a feladatot a Sumo Digital gárdájának. Látszólag sokáig így sem történt semmi, és 2019-ben érkezett az újabb meglepő hír, a Dead Island 2-n már a Dan Buster Studios dolgozik. Ekkor már kevesen hittek abban, hogy valaha elkészülhet a játék, ám tavaly végül újra bemutatták az Unreal Engine 4-es grafikus motorra átdolgozott címet, és az is kiderült, hogy a Dead Island 2 április 21-én végre meg is jelenhet. Szóval nagy szó, hogy egy ennyire hányatatott sorsú projekt a közönség elé kerül, azt pedig a hamarosan érkező tesztünkben elmeséljük majd, hogyan sikerült. Ennyit a triviáról, de mielőtt rátérnénk a hét kérdéseire, jeleznék, hogy az Ágyás Shopba érdemes bekukkantani, ugyanis 50-nél is több fankó újdonságunk érkezett, ráadásul ha legalább két darab standard méretű figurát rendeltek, akkor protektorban küldjük ki nektek. Szerintetek van esélye, hogy a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom magyar feliratot kapjon? Sajnos erre zéró az esély. Magyarország nagyon kis piac, a Nintendo ráadásul idehaza nem túl népszerű, így egész egyszerűen nem éri meg a kiadónak. Mennyi esélyt adtok annak, hogy Liam Neeson fogják a következő bondnak megtenni? Igaz, hogy most nyilatkozták azt, hogy mégsem lesz fiatal a következő bond, a maga 70 évével Liam Neeson azért már rendesen kiöregedett ebből a szerepből. Most, hogy a The Last of Us Partman kiadták PC-re, így vajon van esély arra, hogy a Part 2-t is kiadják a jövőben? Erre akár mérget is vehetünk, a kérdés már csak az, hogy mikor érkezik a Part 2. Talán nem túl kockázatos egy olyan jóslat, hogy majd akkor, amikor az HBO sorozat második évada is bemutatkozik. Örülnétek annak, ha visszatérnének a Harry Potter filmek főszereplői a készülő Harry Potter sorozatban a régi karakterek szülőjükként? Féli, hogy ezzel csak azt érnék el, hogy a rajongók még nehezebben fogadják el az új színészeket az ismert karakterek bőrében. Hideo Kojimának mikor lesz új játéka? Kojima-san igen elfoglalt mostanság. Egyrészt ott a már bejelentett Death Stranding 2, ami állítólag 2024-ben érkezhet. Másrészt munkálkodik egy formabontó felhős játékon a microsoft illetőleg a korábban kiszivárgott Margaret Qualley főszereplésével készülő Overdose című horroron. Kojima emellett vizuális projekteken is dolgozik, illetve besegít a Death Stranding mozgóképes adaptációjába is, de hogy ezek mikor debütálnak, az jó kérdés. A hét kérdését Petrovics Roland tette fel, aki arra volt kíváncsi, hogy szerintünk a technológia segítségével visszahozzák egy Károly hangját a Shrek kötre. A szinkron szakmát egy ideje riogatják hasonló hírekkel. Néhány évbe került reflektorfénybe a DeepDub nevű szoftver, amely képes egy adott színész hangját más nyelvre fordítani, azaz akár Arnold Schwarzenegger is megszólalhat magyarul. Ezzel kapcsolatban még Rajkai Zoltán, a szinkron alapszervezetének elnöke is felszólalt, aki a Blicknek arról nyilatkozott, hogy a szinkronnak kulturális értéke van, és egy mesterséges intelligencia nem fogja tudni visszaadni azt a beszédmódot, ahogy a magyar beszél. Kautz Karman pedig arról beszélt, hogy ha egy ilyen technológia meghonosodik, akkor emiatt akár több ezeren is elveszíthetik az állásukat. Szerencsére a DeepDub még nem áll olyan szinten, hogy bármilyen nyelvet, illetve szinkronhangot bármire le tudjon fordítani, de időközben reflektorfénybe került az általad is említett Risk Feature, ami viszont tényleg képes egy beszédhangot egy másik beszédhanggal előadni. Ezt a technológiát használták az Obi-Wan Kenobi sorozatban is, hogy Darth Vader az időközben visszavonult James Earl Jones hangján szólalhasson meg. Egyrészt ez egy igen drága eljárás, másrészt kell valaki, aki ha a nézzük, Gesztesi Károlyhoz hasonlóan tudja előadni a szövegeit, hogy ezt a szoftver aztán meg tudja dolgozni. Másrészt megfelelő stáb is kell, aki ezt a teljesen új módszert fel tudja dolgozni, plusz gesztesi családjának a hozzájárulására is szükség van, illetve maga a szinkron szakma sem biztos, hogy támogatná a dolgot. Nem azt mondjuk, hogy a jövőben nem fordulhat elő hasonló megoldás, de jelenleg úgy érezzük, hogy etikai, anyagi és know-how béli korlátok miatt inkább az szansosabb, hogy egy új szinkron színész hangján fog megszólalni Shrek az ötödik részben. Rolandnak köszönjük szépen a kérdést, és természetesen ajándékot is küldünk neki az IGN Shop felajánlásával. Méghozzá ezt a mandos prémium jegyzetfüzetet, szóval ha legközelebb is eszébe jut egy hasonló remek kérdés, akkor akár le is körmölheti bele gyorsan. Köszönjük a sok kérdést, és persze várjuk a továbbiakat is, ez alá a videó alá a hét kérdése ellátva, és ígérjük, hogy megpróbáljuk majd megválaszolni őket. A jövő héten újra találkozunk a starttal, addig is sziasztok!